A reformáció vagy hitújítás a 16. században indult Nyugat-Európából a katolikus egyház hibáinak bírálataival. Luther Márton az általa megfogalmazott 95 tézisét 1517. október 31-én szögezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Máté Szalkán 1989-ben kezdték el megünnepelni a reformáció emléknapját, 1999-ben pedig az országban itt emeltek először egész alakos Calvin szobrot. Az ünnepség alkalmával azóta minden évben ezt a szobrot koszorúzzák meg, emlékezve Máté Szalka szerepére a reformáció hazai megszilárdulásában. Szatmár vármegye hamar fogékony lett a új tanúkra, a reformáció tanaira. Hiszen Luther 1517. október 31-én bontott zátlót Wittenberg városában, és ezt követően 1545-ben már Erdődön elődeink zsinatot tartottak, majd Óváriban, Csengerben, Nagykárolyban is, és Tasnádon is voltak zsinatok. Ezek mind történelmi Szatmár vármegye részei, tehát a reformáció Nagy Magyarország tekintetében is itt Szatmárban terjedt el először. Az ünnepségen elhangzott, a reformáció, vagyis a megújulás ma is jelentős feladat az európai közösség és a magyar társadalom előtt is. A reformáció az a mindenkori megújulást jelenti a mi olvasatunkban, és mi azt gondoljuk, hogy különösen a mai időnkben, amikor nagyon jól tudjuk, hogy mind a hazánk, mind az Európai Unió micsoda erkölcsi, lehet így mondani, értékválságban van. Nagyon-nagyon fontos a megújulás és azt, hogy újra higgyünk egymásban, higgyünk Jézus Krisztus legfontosabb parancsában, a szeretetben. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az ünnepségen azt mondta, a megújulás az egész nemzet értékteremtő összefogása, amire minden magyar embernek szüksége van. A magyarság az mindig abban volt erős, hogy egyszerre tudtunk újítani, én most akkor ezt innovációnak neveznénk, és közben pedig a hagyományunkat megőrizni. Azok a tradíciók, azok a hagyományok, az az örökség, amit kaptunk az őseinktől a 21. században, ha nem újítjuk meg, akkor az egy múzeum lesz. És mi nem akarunk múzeumot csinálni Szent Istvánnak az örökségéből, a 16. századi reformátoroknak örökségéből, hanem egy életerőt szeretnénk belőle, ami az életünket segít. És ahhoz szükség van az innovációra, a reformációra, átgondolni azt, hogy egy 1000 éves érték, egy 2000 éves érték, egy 500 éves érték, az hogyan tud a 21. században időszerű lenni, aktuális lenni, és ebben közös bölcsességre van szükség, és egy közösségi megújulásra. Luther Mártont 1521-ben a pápa kiátkozta, halála után a tanaiból jött létre az evangélikus egyház.